Hello! A nevem Busa Pista. Üdvözöllek! A Busa 40 sorozat negyedik lemezén. Yeah! Hemingway! Respekt! Kovács Tamás Lasztára! A Budapesti Néni! Tanga Pityunak! A Vinyl Masterért! Domjánnak a borítóért! Peace! Szevasztok, a nevem Busa Pista. Megjelent a negyedik lemez, amit látjátok a falon. A négy lemez adja ki a fejemet, és az életem ezen szakaszát, 40 éves koromig. Azok a zenekarok, amelyek még mindig a színpadon állnak, és amelyekkel elkezdtem az életembe igazán zenélni 15-20 évvel ezelőtt. A Gimisától kezdve a Zuboig, az Ári Mafiáig, a Mangáni 808-ig, a Buppinon keresztül nagyon sok zenét fogtok hallani, hogyha ezt a kollekciót megszerzitek magatokra. Hogyan találkoztál a műfajjal? Hát 10 éves lehettem, amikor ment a Fat Boys a tévébe az Ápolandó Ápolók című film, amiben rögtön ment a beatbox, ment egy kis rappelés, szóval rögtön rákaptam az ízér az egésznek, hogy szájjal dobolni. Persze mások hülyét kaptak, talán nem érdekelte őket meg. Azért, mert fekek csinálják, érted? Akkor már nem érdekelt akkoriban senkit, mivel hogy mindenki Depeche Mode-os volt. Én meg Randy MC-t hallgattam, ami a papucsomon is van. Szóval engem ezek jobban érdekeltek. 88, akkor voltam 10 éves, és onnantól kezdve szerettem meg a rapzenét. Nem azt mondom, hogy onnantól kezdve én már rapper is vagyok, ez nem így működik, hanem onnantól kezdve megszerettem mindent, ami a rapzenével kapcsolatos. Jöttek a lengyelek, lehetett kapni a piacon kazettákat, szereztem egy párat, és meghallgattam Public Enemy-t, LL Cool J-t, Two Live Crew-t, mindent, ami annak idején nagy volt. Beastie Boys, Tone Loc, Funky Comedina. És mindig ment a diszkóba egy-két repszám. Persze nem mindig a legnagyobb kedvencek, de 10 éves koromtól már járhattam diszkóba, és akkor hétvégén te volt egy óra, ami a mi kedvenc számaink mentek. Public Enemy, 911 is Joke, NWA, Ice Cube, stb. Így indult az egész. És hogyan kerültél a színpadra? Az elején nem is színpadnak nevezném azt, hanem az utcára. Szóval, hogy az utcára mentünk ki, és akkor ott beatboxolgattam a haveroknak, meg rappelgettem, kosárlabdáztunk, és akkor azafelé pattogtattuk a labdát, és akkor elreppeltem valamit. És végén valahogy az lett, hogy mindig volt körülöttem bár ember, akit úgy közönségnek lehet nevezni. Bekerültem az Ászba, a Geszti műsorába, még annak idején 92-be. Turjánszki Gyuri valaki, a Pár utcának a baszgitáros, a zeneszerzője. És akkor együtt, meg a Potemkin Karcsi valaki, egy profi futballista, együtt csináltunk egy csapatot H-Bomb néven, ami később Potemkin Károly csapata nevet kapott Geszti által, mert ő valahogy így átköltötte. És akkor fölvettünk egy videoklippet, és ott az összes homit, tudod, a környékről, összehívtuk az összes unokatestvért, minden havert, és akkor csináltuk egy klippet az Akácfán, hogy ott kosarazgatunk, beatboxolók alatta, és ugyanúgy egy szalagos magnóra vettük föl egy moziba az egész tracket, és akkor szépen eljött a Geszti, leforgatgatta az egészet. És így indult az, hogy fölállítottak az iskolába, és mondjam el, hogy milyen volt, hogy benne vagyok a tévébe, mennyire nagy dolog volt, és valahogy így elkezdődött az, hogy tiszteletköröm lett, elkezdtek az emberek jobban szeretni meg hallgatni a szövegeimet, és úgy döntöttem, hogy akkor én most már rapper leszek, és elkezdtem szövegeket írni a beatbox mellett, persze magyarul, szóval én soha nem próbáltam meg angolul rappelni, hanem valahogy maradtam a magyar nyelvnél. És akkor jött 98, és akkor voltam életemben először Bakelitán a Mindenkin, az Animal Cannibals száma, amiben 32 MC volt. Kb. A felével, ma is tartom a kapcsolatot, hogy lehet, hogy több, mint a felével. És nagyon jó idő volt a kapellával, Bakelitán. Nem tudom, ez kinek mit jelent, de nekünk nagyon-nagyon sokat jelent, mint rappereknek az, hogy vinilen megjelenik valamink. És már 20 évvel ezelőtt, 21 éve ez megtörtént, az nagyon nagy flash volt. És most 2019 vége felé 4 lemez is megjelent, sőt 5 igaziból már Hungarian Hip-Hop History is közéig tartozik a mi munkánk, a mi szüleményünk, amit még folytatni is akarunk jóval, több előadóval. Szóval végül is révbe értünk, ez még csak egy része a jéghegy csúcsa, az, hogy vinilek vannak, vannak kazetták,
vannak CD-k, minden van az égvilágon. Szóval egy francia egyet ki tudnék teríteni azzal, hogy mennyi zenét csináltam életemben egy CD-kkel, vinillel, mindennel. Vinillel könnyebb lenne. De még talán kazettákkal is. És a mai napig ugyanúgy, ha van egy kis időm, lejövök ide, megnyomom a gombot, aztán jöhet a rap. Ennyi. Nincs probléma. És hogy indult az Airi, mint az első kiadványa Busa 40 sorozatból? Ez a Gimisat crew, ami régen ment a Pultiba, annak idején, sőt még a G-pontba, hogy az elejére kanyarodjunk vissza. A G-pontba volt a Gimisat crew és a Lavalliance, a Bosinak a csapata. És akkor mi ketten egy ilyen szupergrupként működtünk együtt, hogy dancehallokra rappelgettünk, meg rappekre dancehalloztunk, és akkor így működött. Szóval a Szenától kezdve, Kalambón keresztül, a Kemonon, még régen MC Flame is. Szóval jó pár arc volt ebben az egészben. Együtt rappelgettünk, és ahogy így a Multiplex tönkre ment, átmentük a Trafóba, tudod, amikor lebontották. Szóval jó pár éven keresztül jött 900 ember minden csütörtökön. Lebontották, és utána átmentük a Trafóba, valahogy az emberek nem akartak oda jönni. Nem volt kert, hiába volt a jó zene, vagy valami, ott az oszlopok között nem érezték magukat annyira jól. És akkor végül is így szottyádot indettünk ennek a klubozásnak. Nem érte meg, szóval most nem is az, hogy kerestünk-e egy tízest fejenként, mint régen a Kultiba, az se volt a világ minden összes pénze, de a feeling az mindig megvolt. Hanem arról volt szó, hogy már elkezdett a Dermot kitalálni valamit, hogy legyen az, hogy van egy NPC-je, amit vett Bécsbe, van egy basszusgitáros unokatesója, és akkor hívjuk el a Kemon, meg engem, oda hátra a kertbe hozzájuk, és a pingpong asztalon csapjuk össze a szettet, nyomjunk valami rappet. És én már akkor teli voltam szövegekkel, szóval én, mihogy freestyle-os is vagyok, vagyis hogy voltam, leszek, meg minden, ezért mindig jár az agyamba jó pár szöveg. Van, amit le is írok, és akkor teli lesz vele egy-két füzet. És akkor hirtelen elő tudtam venni egy-két szöveget, utcadámája, stb., amit már megcsináltam előtte persze a Mangóval, de ez még nem jelent meg soha, mert jött a Szena lemez. De ugye az Airiról beszélünk, igen, az Airiról. És így alakult az Airi, hogy a Gimisat nem is az, hogy feloszlott, hanem annak a tagjaiból csinálta a Dermot, ezt az együttest. És akkor persze csatlakozott hozzám még egy csomó nagyon jó zenész, a Siamiból, a dobos, meg a gitáros. És akkor így valahogy így összeállt a kép, lett egy nagyon jó trombitásunk, aki zseniális zeneszerző, Egyes Ádám. És körülbelül ez az, ami megmaradt előtte, még amúgy a Barabás Lőrinc fújt nekünk. Szóval nagyon hosszú ennek a kalandja, 15 év az nagyon hosszú. És előtte csak regit játszottunk, kimentünk a Rototom Sound Splash-re, olaszba, és a másodikak lettünk egy ilyen regi versenyen. Az elsők az olaszok lettek persze érthetően, mert jamaikai énekesük volt. De hogy egy olyan szinten tudtuk tartani ennek a lángát, hogy nagyon tetszett az, hogy regit zenélünk, meg ilyesmi. Szóval kb. Úgy is éltünk egymás körül. Aztán ahogy jöttek az évek, hogy telt az Airival, így azt vettük észre, hogy fesztiválzenekarrá változtunk. Hogy egyre nagyobb közönség jön el, már nem csak a pincékbe játszunk, vagy valami kisebb fesztiválokon, vagy klubokban. Ezért valahogy elkezdtük kiszolgálni a közönség igényét, és akkor már nem annyira underground, mint ahogy indult az egész, hanem populárisabb zene lett belőle. Több ember hallgatja, többen az énekelés, mint a rappelés. És így alakult az Airi, és a mai napig megy, csinálunk egy új lemezt, nagyon sok szám lesz rajta, én is írok rá hármat most már, szóval régen egyeket írtam rá, vagy egyet, kettőt max. Szerintem inkább egyet. Most már kaptam lehetőséget, három számot is megírok rajta, szóval figyeljetek majd. Ez szép. És a második lemez a Bupino, aminél volt egy kis furcsaság, hogy eredetileg négy zenekarról szólt a négy lemez, és hogy végül is öt produkció lett. Rasta, pont te kérded, aki mondta, hogy olyan jó a Mangáni 808, hogy meg kéne, hogy jelenjen a Bakeliten. Szóval meghallottad, és azt mondtad, hogy gyerünk, tegyük rá. Én meg nagyon-nagyon örültem neki, mert még csak négy számunk volt kész. Igazából mindig is szerettem a hardcore-t. Régen is próbálkoztam ezzel, akkoriban még a Seppuku nevű bandával, az Alkoholista Marciékkal. Az egy ilyen kultiplexes időszak volt, ott is teljes halál, teljes gore, teljes metal, punk, meg minden. És valahogy évek alatt ez elfelejtődött, sőt, még a CAFB-be is voltam annak idején, bizony, Ózonnal. És egy kicsit így le lett téve a hardcore, és ahogy jött az új Badikán, meg valahogy így visszajött ez valahogy az életembe teljesen az, hogy minden lágyul el, meg autótyúnosodik, meg kezd ilyen egy dobgéppel kiváltott zene lenni, hogy valahogy megkívántam azt, hogy legyen egy igazi tökös, panterás, kemény metal.
és örülök neki, hogy rákerült a lemezre. De viszont a Bupino, valahogy úgy érezzük a Zsolával, hogy egy kicsit meghaladtuk a korunkat, szóval még így, ha saját magunk is hallgatjuk ezt a lemezt, akkor annyi üzenet van egy verzén belül, ami nem mindenkinek fér el az elmébe, még a miénkbe se teljesen. Szóval, hogy egyszerűbbé kellett volna tenni a dolgokat, de hát mi már csak ilyenek vagyunk, egy kicsit megbonyítjuk a dolgokat. Nagyon jó videoklippeket csináltuk a Bupinónak, mert a Jojo Makasi, aki csinálta a beateket, rendkívül jó vizuális szakember, és akkor ő csinált nekünk rendkívül jó videoklippet, rajzfilmes videoklip, hogy kijön a mozivászonról a rajz, meg ilyesmi. Szóval őrület időszak. Mostanában már nem hívnak minket annyira, de ütjük a vasat. És ha elhívnak, akkor megyünk. Szóval ezzel soha nincs probléma. Ez egy lenyomat a világban, hogy mi összeraktunk egy lemezt, és kb. 3-4 éven keresztül dolgoztunk, hogy azt összehozzuk, és csak digitális platformokon jelent meg, ezért úgy érzem, hogy a mindörökké maradjon meg a vinil, hogyha az internet azt mondja, hogy pápá, akkor megmarad a vinil, és menni fog a zene. Mert egyszer azt fogja mondani, hogy pápá, és akkor nem marad meg a zene. Ugyanígy, hogy a képregényhez nem kell villany, és a vinilhez nem kell internet. És akkor megmarad valahogy úgy a zene, meg nagyon jó érzés látni, hozzáérni magához a zenéhez. Bupino, hát a Zsola egy zseni, szóval, hogy ő is legalább 20 éve az underground iparba űzi, a faktorlaborba. Rendkívül jó beatmakernek tartom, és nagyon nagy testvérem, nagyon nagy szívű ember. Rendkívül jó flowja van, imádom a hangját. És úgy érzem, hogy neki is ott a helye az életem történetében. Bizonyám, ez a Bupino. Ez egy ilyen abszolút szerelem projekt? Szóval az a két, hát hogyne, a kettőnk, az olyan, mint amikor a Redman Methodman találkozik, tudod? Vagy a Csicsi és Csong, vagy valami. Szóval igaziból a Future, DJ Future, aki kitalált ezt a formációt, mert igaziból nem is mi találtuk ki, hanem ő tartott ezt a szálakat, a Ári DJ-je volt. Ő tartott ezt össze a szálakat, és ő találta ki nagyjából így, hogy kb. Mi legyen a téma, meg hogy rakjuk össze, de persze nem ő írta helyettünk, csak tök jó, hogy ő is segített benne, meg scratchelgetett, meg munkálkodott az egész mögött, és úgy találtuk ki együtt a nevet, hogy vajon mi legyen a név. És akkor a AKA neve a Zsolának az, hogy Lupino, én meg Bupino, vagyis hogy Busapista, és a Bupi benne van, akkor legyen Bupino, és így lett Bupino, ilyen olaszosan hangzik meg minden. És akkor összeraktuk ezt a gyönyörű Bupinót is. Modern zenékből is, meg régi fajta jó boom-bap-es zenékből is. Következő? Aha. Utána jött a Zuboly. Ó, hát a Zuboly, hát az őrület, szóval... Hogy is sikerült ezt összehoznunk? Hát egy születésnapi rendezvényen voltunk. Az Ágoston Bilát onnan ismertem, hogy 2000-2001 körül a Budbudászban, már bőven mászkáltam a Mangó köreiben. Budbudász nevű zenekar, 17 zenész van benne, és akkor DJ kontra akusztikusok. Ez volt az egészben a show, hogy mintha egymás ellen játszanánk, mégis együtt. Ott megismertem az Ágoston Bilát, és hallott beatbox szólni, meg ilyesmi. És azt mondta nekem, hogy van egy barátjának, a Nónai Gergő apukájának a születésnapja. Ő most hirtelen meg szeretné lepni valami zenével. És hogy jöjjek el, hívott még egy csángos srácot, a Félixet, meg egy jazzbőgőst, a Hockernőt, és akkor mi így négyen menjünk föl, és csináljunk valamit, improvizunk. Tudta, hogy én tudok freestylozni, beatboxolni, akármi. Ott összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy Depes mód, ja, persze ismerjük azt, akkor Kecskedudával azt játszom, nyomjál a drum and bass-t, akkor legyen a Hoffitól lazítani, ja, igen, kiment a ház az ablakon, persze, indulj el együtt, ja, ott helyben így megcsináltunk kb. Így, tudod, egy pár mondat, de különben nem telte 3 perc, semmi próba nélkül, ott így összeállt egy zenekar. És megszerettük nagyon, szóval amikor elpróbálgattuk ezeket a számokat, ugyanúgy röhögőgörcsöt kaptunk, mint a közönség manapság, szóval hogy ugyanúgy, mint hogyha élőben mixelnél át 2 szálat a zenébe, átköltöd az egészet, mint hogyha egy élő mashup lenne az egész. És népi hangszerekkel, például Félix egy falevéllel fúj, szóval már másért nem is, már ezért az attrakciója érdemes megsosolni, hogy mit csinál a Zuboly, a Ágoston Béla, aki legalább 600 hangszeren játszik. Mindenki szívét, lelkét beladta, és a tenyeremen hordozom azt a projektet, mert valami olyat hozott az életembe, hogy 0-tól 99 éves korig bárki hallgathatja ezt a zenét. Nincs benne csúnya szó, szeretik a gyerekek, felnőttek, idősek. Ez valahol a népzenének is egy kicsit a továbbvitelem. A fonóba is játszottunk meg, tényleg Tázlóval, meg olyan emberekkel, akik tradicionálisan űzik a népzenét, és
tetszett nekik, játszottunk ugyanúgy Romániában is, nagyon szerették az emberek, és valahogy úgy magyar a Zuboly, hogy nem magyarkodik, hogy nem próbálja meg valahogy belevésni az emberbe, de mégis benne van ez a büszkeség, de jó értelemben, szóval, hogy ne fájjon az ember. Szóval lehetsz attól büszke, csak ne legyél olyan büszke, aki a másikra azt mondja, hogy te meg ilyen meg olyan vagy. Te lehetsz büszke, és azt lássa rajtad, hogy ilyen egy jó ember. És ne azt lássa, hogy te előítélettel vagy mindenki felé. Hogy mindenki ír a sztereotípiákat szorsz ki. Az más, az a művészet, ott ki lehet szórni a sztereotípiát. De az életben, a valóságban nem. A zene az egy olyan dolog, hogy kettő van a világon, jó és szar. Ez jó zene. Beszéljünk az MXB-ről is? Aha. Hát bizony, ez egy olyan dolog a Mangóval, hogy valahogy egymásra találtunk a zenében, áldott tehetséges ember mindenben. Vagy ha kapsz neki egy basszusgitárt, egy hónap múlva tud rajta játszani, szóval, hogy nincs olyan, ami kifogna rajta az égvilágon. Se a reppelés, semmi. Sőt, még talán breakern is láttam graffitit fújni. Szóval ő ilyen univerzális hip-hop mester, amit el tudsz képzelni. Összeraktunk vele egy lemezt, és még többet akarunk már, mint úgy értem, hogy jóval több számot akarunk összerakni, mint amennyi erre a lemezre került. Elkezdtünk valahogy dolgozni rajta, és ezek teljesen új számok. Szóval, hogy mintha folytatnánk tovább ezt a gimisátos régi dolgot, ami annak idején elmaradt. Amikor még 2003-ban én szerettem volna kiadni a gimisáttal egy lemezt, és helyette kijött a Szena, hála a jó égnek amúgy, mert nagyon jól tették. Szóval az évezred lemeze az én szívembe, a First Run, ami kijött, aminek szintén a Mangó volt a producer, és a gimisát adta ki. És most végre így eljutottunk addig a pontig, hogy 2-3 év munka után, hogy átjárogattunk és megbeszéltünk mindent, össze tudtunk hozni 2 lemezt együtt. Ezt az MXB-t és a Hungarian Hip Hop History-t, amire 35 ember rappel. Szóval nagyon sok ember munkája van benne, dalszövegekkel, rendkívül jó előadókkal, szóval, hogy napjaink és a régi arcok is, mindenki megjelenik országszerte. És ez valahogy így ad egy nagyon jó lehetőséget az embereknek, mint régen talán, mintha tovább vinnénk az Animal Cannibalsnak a mindenkiét egy picit. Lehet, hogy hülyén hangzik, de így van. Mert ők is megadták a lehetőséget, amikor én voltam 19 éves, hogy szerepeljek egy Bakelit lemezen, és nekünk még a mai napig az számít, hogy rajta vagyunk egy lemezen. Szóval ez 20 éve is számított, és 20 év után is fog számítani. De ha már 4-en vagy rajta, az már 4-szer annyira számít, ha 5-en, akkor 5-szer annyira. És hogyha egy egész falnyi lemez, ami csak rólad szól, az meg már még jobb. Ismerek ilyen embert is, majd egyszer bemutatlak neki azt, azt hiszem úgy hívják, hogy Hockernő, aki a Qualitonszal írtózatosan sok lemez, meg a Jűvvel, minden projektjével kb. Bakeliten jön ki minden. Ilyen stósz Bakelitja van. El kell egyszer hívnom a Tilos Rádióba, hogy szépen felrakosgassa, hogy hallgassuk meg a zenéket. Meg nagyon sok külföldi is, aki ezt meglátja, egy DJ, hogy ez limitált széria, rögtön el akar ő is sapni, hogy meglegyen neki az összes. Ez azért egy életmunkája, de még van bennem egy-két élet, amit még szeretnék ugyanúgy a zenélésnek áldozni, és köszönöm Kovács Tamásnak még egyszer Rasztának, hogy összejöhetett ez a projekt, és hogy kijött a 4 gyönyörű nagylemez, ráadásul úgy indultunk, hogy 7 incses lett, és 12 incses lett, szóval gyönyörű. És mindenki kirakhatja a falra kis keretbe, hogyha úgy van vele. És nem okozok csalódást, minden, hát körülbelül a 3/4 felnőtt zene, és a 1/4 marad egy kicsit a gyerekeknek is a Zuboly. A többi a felnőtteknek való inkább. Még talán az Ári a lányoknak. Szóval végülis minden korosztály ki van benne szolgálva. A reprajongóknak az MXB-t ajánlom, szóval mindenki kap. Meg a Bupinót is persze, meg kaptok Metát is. Kifogyhatatlan dolog, mert nekem valaki azt mondta régen, hogy a nyitottság a tehetség mértékegysége, és ezt valahogy így magamra vettem. Ezért mindig törekszek, hogy minél több zene jöjjön ki, és akinek tudok segítek, vagy akiben látok potenciált, segítek neki. Ez egyáltalán nem a pénzről szól, hanem arról, hogy szeretem csinálni, amit csinálok, és ha neki kell valami segítség tőlem, akkor megteszem. Nekem is kell segítség. Nem mindig úgy jön ki, hogy mindent meg tudok csinálni, ezért számítok másokra. Ez egy olyan sport, amiben sokan vagyunk a hip-hop játszmában is. Egy valaki nem tudja uralni ezt az egészet, és nem is kell uralni, itt mindenki egyenlő, csinálja a dolgát, de viszont, ahogy Amerikából is láttátok, összetartanak az emberek és segítenek egymáson. És ezt mutatja ez a Hungarian Hip Hop History lemez, ez a sapka is azt mutatja.
ez a póló is azt mutatja, hogy bassz fel a kéket. Sok minden azt mutatja, hogy tartsatok össze. És vegyétek meg az összes lemezt, nekem kétszer mondanom. Peace.